Szeretettel köszöntöm nézőinket. Mai stúdió vendégünk Almási Mária, speciális lelki tanácsadó, akivel a karakternumerológiáról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, Mária. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mielőtt belevágunk abba, hogy mi is a karakternumerológia, beszélgessünk arról, hogy hogyan fordultál az emberek segítése felé, mikor fogalmazódott meg benned, hogy ez a feladatod. Én úgy gondolom, hogy mindig is bennem volt ez a segíteni vágyás. Alapból ápolónőnek tanultam, tehát már ott volt, hogy segíteni az embereken. Majd lett egy betegségem, ami erre az útra terelt igazából a mi érteket megfejteni. És masszírozással is foglalkoztam, és ott pedig felmerült az, hogy többet adni, nem csak a testet masszírozni, hanem a lelket is egy kicsit ápolgatni. Masszírozás közben mindig beszélgetnek a páciens és a kezelő? Hát, gondolom. Nagy részt, igen. Van, akinek az a jó, hogyha csendben van és relaxál, de az emberek nagy része beszélgetni szeret, és előbb-utóbb a problémák is felszínre kerülnek. Hol kezdtél el kutakodni és tanulni? Hát nagyon sok tanfolyam, kisebb, nagyobb tanfolyamok, de a Metafizikai Akadémián tanultam, mint speciális lelki tanácsadó. Hamar bebizonyosodott, hogy valóban ez a te utad, és jó helyen jár. Igen, imádom, nagyon szeretem, és úgy gondolom, hogy ha valaki szereti azt, amit csinál, akkor jó helyen van. Mióta végzed ezt a tevékenységet, hiszen nem csak segíted és megcsinálod a karakterhálókat, hanem tanfolyamot is tartasz, hogy mi magunk is többet tudjunk erről. Igen, közel 20 éve, hogy foglalkozom karakternumerológiával, és hozzá tarókártyával dolgozom még. Nagyon szeretem a karakternumerológiát, hiszen egy nagyon jó személyiségelemzést ad számunkra. Tehát annak is jó, aki csak egyszerűen el akar igazodni az emberek között. De először saját magunkat érdemes megismerni, ugye? Így van, tehát így van, legyünk tisztában a saját számainkkal. Mindenképpen. Nagyon fontos, hogy ha saját magunkkal tisztában vagyunk, akkor sokkal gördülékenyebben folyik az életünk, boldogabbak vagyunk. Mi az alapja a karakternumerológiának? Tulajdonképpen miről is szól ez, és hányféle típus besorolása van? Hát, ha úgy tetszik, már a piramisokban is vannak feljegyzések a számok hatalmáról. Igazából, aki jól összefoglalta, Pitagorasz, aki a számmisztikát, mint ilyet leírta. A számmisztika egy válfaja a karakternumerológia. A számmisztika mindenféle, tehát akár a lakcímmel, akár más számokkal is foglalkozik. A karakternumerológia, ő csak a születési névvel és a születési dátummal foglalkozik. Ezt a fajta karakternumerológiát, amit én képviselek, Bartalos Mária rakta össze, és nagyon egyszerűen áttekinthető. Egy tanfolyam végére, hogyha valaki ránéz egy számhálóra, akkor körülbelül tudja, hogy kivel áll szemben. Az asztrológiával valahogy párosítható ez olyan értelemben, hogy igazolják egymást, hogy mit kapunk eredményképpen. Igen, igazolják is egymást, de nagyon jól ki is egészítik egymást. Annak idején, amikor én megtanultam ezt a csodálatos szakmát, ha úgy tetszik, akkor volt egy barátnőm, aki asztrológiával foglalkozik, és ő is tanuló volt még akkor, és így legyintett, hogy te kos vagy. És mondtam neki, hogy de meséld el, hogy mi a baj a kosokkal. Hát, hogy fejjel megy a falnak, stb. És mondtam neki, hogy ha én összeteszem a számhálómat és az asztrológiát, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon sokat segített nekem ez a kos jegy, mert hisz megtanultam a fizikai világban is megállni a helyem.
Amúgy sem a negatívumokat szoktuk kiemelni, Így nem? van. Minden jegynek, minden számnak van negatív és pozitív, fekete-fehér, így teljes az életünk. Igen, én azt szoktam mondani, hogy nincs negatív egy számhálóban. Tanulnivaló van, és pozitív, amit már hoztunk magunkkal. Tehát nincs ilyen, hogy valakinek rossz számhálója van. Sok tanulnivalója van esetleg. A lényeg, hogy megismerjük magunkat, tudatosítsuk a tennivalóinkat, és akkor jobban eligazodunk. Miben is igazodunk el jobban? Miben segít egy tanfolyam, hogyha utána már elemezni tudnak az emberek akár saját magukat, akár a hozzátartozóikkal való kapcsolatukat jobban? Én alapjában véve azt szoktam mondani, hogy ha valakit érdekel ez, akkor először jöjjön el hozzám, és nézze meg, hogy mit is takar ez az egész elemzés. És utána el tudja dönteni, hogy ezt tovább akar lépni egy tanfolyamra, megtanulni ezt, hogy ő is tudjon másoknak akár segíteni, de akár saját maga elboldogulni az életben. Megmutatja neki, én azt szoktam mondani, hogy hiszek abban, hogy nem véletlen születünk akkor, amikor születünk, és ez a számháló nagyon sok mindent megmutat számunkra, ez a születési dátum. Megmutatja az életünk fő feladatát, megmutatja azt, hogy milyen energiákkal érkeztünk, és mit kell megtanulni. Nagyon érdekes még, hogy a születési név is nagyon fontos, és amit szoktam mondani, hogy a születési név ugye ad egyfajta rezgést, és sokan nem tudják azt, hogyha megváltoztatják például a nevüket, akkor a rezgés is megváltozik, és onnantól kezdve egy más rezgésbe szerepelnek. De akkor ennek így kell lennie, nem? Tehát valamilyen oka van mindenképpen? Igen, természetesen, nem véletlen. Hogy azt válasszuk. Például egy hölgy, hogyha férjhez megy, és ugye felveszi a férje nevét, akkor tudnia kell, hogy felveszi azt a rezgést, azt a családi karmát is. Mondjuk nehezítettebb, amikor valaki XY-né, és megtartja még a lánykori nevét is mellé, mert akkor két család rezgését viszi tovább. És ha mondjuk valaki nevet változtatott, vagy az nagypapája nevet változtatott történelmi okokból, és vissza szeretné kapni a nevét. Van erre javaslat is, hogy tegye, ne tegye? Természetesen ki tudjuk számolni annak a névnek a rezgését, és hogy számára ez jó vagy nem jó. Nagyon sokat lehet ezzel a tanfolyamon szoktam mondani, hogy játszhatunk innentől kezdve, hogy milyen nevet szeretnénk viselni, miért azt a becenevet használjuk például, amit használunk, mert hisz ezek a rezgések nagyon-nagyon befolyásolnak bennünket. Tehát a becenevek is számítanak? Ezt még nem is hallottam. Hogyne, igen. És akkor hozzáadódik a hivatalos névhez? Nem, a becenevet általában egymagában számoljuk, hiszen az a legsűrűbben használt energia onnantól kezdve. A hivatalos név, ugye, ami a személyigazolványba bele van írva, nagyon ritkán használjuk úgy, sőt, van, akinek két neve van, ugye két keresztneve van, nagyon ritkán használja valaki úgy, hogy mind a kettőt egyszerre. De a becenév a hétköznapi nevünk. És az időpontot, a születési időpontot említetted még, év, hónap, nap, és még az pontos idő, és az óra, perc is számít? Nem, mi csak az év, hónap, nappal dolgozunk. A pontos idő csak az ikreknél fontos, ott használjuk, de az óra, percet itt nem, az az asztrológiához kell. Tehát a számok alapján hányféle karaktertípusba sorolhatjuk be az embereket? Hát ugye 9 szám van, a nullát nem használjuk ebben az esetben. Akkor van szerepe és jelentősége a nullának, hogyha egy szám mögé kerül, vagy elé. Tehát ha mondjuk 10-éről beszélünk, akkor azt az egyest, azt erősíti a nulla. De hogyha 0-2, akkor viszont egy kicsit gyengít ez a nulla.
9 féle karakterről beszélünk, 9 számot írunk a számhálóba, ezeknek a miensége számít egy-egy számhálóban. Ugye nincs két egyforma ember, még ugyanazon a napon születettek sem, ugyanazzal az energiával érkeztek, ezért fontos a születési név. Nem tudom, hogy mennyi tévhit él a karakternumerológiával kapcsolatban. Mondják-e az emberek erre, hogy jóslat vagy előrejelzés, minek kell neveznünk? Nagyon érdekes, mert a számok világát a racionális emberek is jobban elfogadják. Addig még egy tarókártya, rögtön az az első, hogy jaj, én nem megyek ilyen helyre, mert nekem nem mondják meg, hogy mikor fogok meghalni. A számok világában nem. Nagyon érdekes volt egy vendégem, masszázsra járt hozzám, nagyon racionális férfi. Minden héten jött, és mindig mondta, jaj, milyen hülyeségeket csinálsz te. És egyszer rászánta magát, hogy nézzük meg a karakternumerológiát nála, és... Gondolom, csak játéknak szánta saját először, magának igen, először, ugye? Először igen, de mondtam neki, hogy csak azért, hogy engem túráztas, annak nincs értelme, és mondta, hogy jó legyen, csináljuk komolyan, és megcsináltam a számhálóját, és rögtön legyintett, hogy már ennyire ismerhetsz, már évek óta hozzád járok. De amikor a gyerekére és a szüleire került a sor, akkor azt mondta, hogy ez igen, őket nem ismerheted, és ez nagyon ott van. Tehát a racionális emberek is a számokat elfogadják. Azóta egy évben 2-szer kártyát is rakunk neki. Miért kell kiegészíteni tarot kártyával, vagy miért jó, vagy esetleg megállja-e magában is a helyét az előrejelzés? Az előrejelzés megállja magában is a helyét, de vannak olyan kérdések, amire mondjuk nem tudunk azonnali választ adni, abban segít a kártya. A kártyából mindig jól feltett kérdésekre adok jó választ. Én azt szoktam mondani, hogy nem jósnő vagyok, hanem sorselemzést készítek, alternatívákat kínálok, hogyha így döntesz, ez lehet a végeredmény, ha úgy döntesz, az lehet a végeredmény, benne hagyva a szabad akaratot. Tudjuk-e a kapcsolatainkat alakítani, hogyha nem csak magunkat megismertük, hanem a velünk élő hozzátartozók számhálóját is ismerjük? Természetesen, hiszen onnantól kezdve tudjuk azt, hogy nem azért viselkedik, mert bocsánat szemét akar velem lenni, hanem mert ő egyszerűen ilyen. És azt szoktam mondani, hogy a számhálót nem azért csináljuk, hogy el vagy megítéljünk embereket, hanem hogy el tudjuk fogadni, hogy ők ilyenek. És ezzel tudunk együtt élni. Tehát ha látom valakinek a számhálójában, hogy ő egy akaratgyenge ember, akkor nem olvasom a fejére, hanem elfogadom, hogy ő egy akaratgyenge ember. Tudunk a számok ellenében is viselkedni? Vagy ennyire meg vagyunk határozva általuk? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tanulni. Természetesen a számhálóban vannak hiányzó részek, amit meg kell tanulnunk. Ezeket be tudjuk húzni, meg tudjuk tanulni, de alapvető tulajdonságok mindenképpen megvannak. És említetted, hogy csinálsz éves előrejelzést is. Ekkor nem csak a saját születési dátumunkat kell tudnunk, hanem minden évnek, ugye 2024-ben járunk, van egy saját száma. A 2024-nek mi a karakterszáma? A 2024, ez az anyagiakról, ha úgy tetszik, a politikáról, a biztonságról kell, hogy szóljon. Nagyon érdekes, hogy megpróbálunk sokszor ellene menni ezeknek a dolgoknak, de mégis befolyásolnak bennünket. A tanfolyamaidon mivel találkozhatnak az emberek? Hogyan épül fel? Mennyi ideig tart? Ez 2 napos a tanfolyam. Egy elég nagy anyag, amit átveszünk, elég tömény, bár én gyakorlati ember vagyok, tehát szeretem azt tudni, hogy gyakorlatban mit tudnak megtanulni az emberek. Az első nap főleg elméleti rész, amikor is megtanuljuk az alapokat, melyik számnak mi a jelentése, hogyan kell összenézni,
A második napon hasonlítunk már, azaz egy párkapcsolatban gyerekkel, szülővel, szoktam mondani kutyával, macskával, kinek mi a fontos, hiszen ők is az életünk része. És a 2000 után születettekről tanulunk még, őket külön kegyben részesítjük, ha úgy tetszik, őket teljesen másképp kell már kezelni. És akkor a tanfolyamon, hogy érdekes legyen, és kapjunk rávilágítást arról, hogy tényleg ezek igazolhatóan működő dolgok, mondjuk ismert személyeknek, mondjuk Diana hercegnőnek a karakterszámait is megvizsgáljátok-e, szokott-e ilyen gyakorlás lenni? Igazából inkább arra ösztönzöm az embereket, hogy azokért csináljuk meg, akiket személyesen is ismerünk, hiszen abba kapunk visszaigazolást. Azt szoktam mondani, hogy ha hazamész, akkor viszont rengeteg számhálót gyakorolj, és akkor lehet már akár neves személyiségekét is megcsinálni, bár őket nem ismerjük annyira, tehát a tanulási időszakban az jobb, hogyha olyanokat számolunk, akiket ismerünk. Visszaigazolást kaphatunk arra, hogy ő azért olyan, amilyen, mert ezek a számai. Ahogy említetted, akkor kettőnapos a tanfolyam, akkor nem lehet olyan nagyon bonyolult tényleg, viszont lehet-e továbbfejleszteni a tanultakat? Lehet-e még további tanfolyamokra járni? További tanfolyamom nincsen, de gyakorló napokat szoktam beiktatni utána. Az, akinek éppen van ideje, és nálam tanult, ők jöhetnek. És a felvetődő gondokat megbeszéljük, ki mivel találkozott, esetleg érdekességeket megbeszélünk. De én nem szeretem túlhúzni ezeket a tanfolyamokat. Rengeteg pénzt be lehetne gyűjteni azzal, hogy több naposra csinálom a tanfolyamokat. Nekem nem ez a célom, a tudás a cél. Lehet-e veled találkozni budakalászi eseményeken, mondjuk olyan rendezvényeken, ahol méréseket végeznek, lelki segélyeket nyújtanak, és akkor egy ilyen faluházban lévő még nem, gondoltam. Hiszen nem régen lakom ezen a környéken, én Szegeden éltem előtte. Voltak ilyen események, ahol például társkereső rendezvény, és hogy alapdolgokat tudjunk a társunkról. Rengeteg számhálót megcsináltam egy-egy ilyen rendezvényen ahhoz, hogy segíteni, hogy mondjuk az az ember számodra megfelelő-e. Bár azt szoktam mondani, hogy inkább, ha szimpatikus és tetszik az, akivel ismerkedek, ne a számháló alapján ítéljük meg, hogy tovább megyünk-e, hanem hogy el tudjuk-e fogadni ezt az embert így. Nagyon szépen köszönöm, Mária, hogy meséltél a karakternumerológiáról, igazán érdekes volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőinknek is nagyon köszönöm figyelmüket, Almási Máriát, speciális lelki tanácsadót hallgatták. Viszontlátásra!